A Vasutasok Szakszervezetének elnöke a vendégünk, Meleg János úr. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött, boldog új évet a vasutasoknak! Viszont kívánom én is! Hát van, akinek boldog az új év, a MÁV vezetésének a hírek szerint, hát hiszen ott sok-sok millió forintos fizetésemeléseket kaptak egyesek. Mit gondolnak erről? Ez még csak egy tervezet. Abban még nincs döntés, hogy a vezetőknek a mértéke ez mennyi lesz. Hát 2-ről 5 millióra emelhetik a fizetésüket, igen, ez egy gondolják ezt. Ez egy kormány határozat, ez megjelent, és gyakorlatilag ez egy elég álságos magatartás a kormányzat részéről. Úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor maximalizálták 2 millió forintba az állami vezetőknek a pénzét, azt sem tartottuk helyes dolognak, hiszen azt gondolom, hogy a piac önmagában meg kell, hogy határozza azt, hogy mely munkakörökben és milyen tevékenységekben mekkora fizetésre lenne szükség. Én azt gondolom, hogy az sem volt egy szerencsés döntés, álságos volt, és ugyanúgy álságos ez a mostani bejelentés is, amit a kormány megtett, hiszen a mi szemszögünkből megközelítve, amikor egy bértárgyalás kérdés közepén vagyunk, akkor bejelenteni azt, hogy egyébként a MÁV vezetőinek a jövedelmét meg fogja emelni, szemben a tulajdonosi oldalról a vasutasoknak pedig mintegy 0,5%-os differenciált bérfejlesztésre ad lehetőséget, akkor azt gondolom, hogy ez egy igen álságos magatartás. 0,5%-os differenciált, tehát még csak ez sem kötelező. Igen, ezt úgy kell értelmezni, hogy azokban a munkakörökben lenne csak bérfejlesztés, amelyekben létszámhiány van. Július óta folyamatosan mondjuk a médián keresztül is a MÁV vezetésének, és egyébként a MÁV vezetése nagyon tisztában van azzal, hogy mely munkakörökben mekkora létszámhiány van, és szeretne is ezen segíteni ő is, csak hát az a baj, hogy van egy tulajdonosi akarat, ami azt mondja, hogy ennyi a bázisszemlélet, és a bázisszemlélethez képest nincsen bérfejlesztés. Úgy belegondolok abba, hogy mínusz 11 néhány fok van ma hajnalban, és az ország nagy részén súlyosan mínusz 10 fok alatt van a hőmérséklet, és kint vannak úgymond terepen azok a vasutasok, akiknek kint kell dolgozniuk a szabadban. Ők mit gondolnak arról, amikor azt hallják, hogy milliók repkednek a vezetők fizetésénél? Tudom, hogy egy kicsit demagóg a felvetés, de hát az ember már csak ilyen. Igen, hát azt gondolom, hogy a vasutasok is hasonlóképpen gondolkodnak ezzel, mint ön is említette, hogy bizony ez kiveri a biztosítékot ilyen esetben, és ezért is sem volt szerencsés az, hogy egy bérfejlesztés tárgyalás közepén jelentenek be egy ilyen kormányhatározatot. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek most mondok két számadatot, 2015-ben a MÁV Start Zrt-nél a minimálbért, illetve a garantált minimálbér az mintegy 1800 munkavállalót érintett. Ha azt mondanám, hogy a minimálbér, 2015-ös minimálbér és a 200 ezer forint között a MÁV Zrt 17 ezer vasutasából mintegy 12 ezer vasutasa 105 ezer és a 200 ezer közötti alapbérrel rendelkezik, azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. És érthető, hogy most miről is beszélünk. Indulatosak a dolgozók? Ugye vannak cikkek, amelyek egyenesen úgy fogalmaznak erről a szakszervezet körül és a MÁV vezetése és a szakszervezet vezetése között kialakult helyzetről, kiverte a biztosítékot ez a hír a dolgozóknál. Ez mennyire igaz? Mennyire rossz a hangulat? Én azt gondolom, hogy már 2015-ben sem volt jó a hangulat. Mutatja ez az a számadat is, hogy mekkora létszámhiánnyal küzd a MÁV Zrt, és nem vonzó a vasutas életpálya most már. Nincs életpálya modell. Ezt akartam kérdezni, van életpálya? Nincs életpálya modell a vasúton. Azokat a juttatásokat, amelyeket az előző időszakban szerzett jogként vasutas munkavállalókat megillette, azokat elveszítették. Korkedvezmény, a napi munkaidőt fölemelték 8 órára, csökkentett munkaidő volt a munkatörvénykönyv változtatása következtében. A munkaközi szünet nem lett része a munkaidőnek. Tehát azt gondolom, hogy mintegy másfél hónappal többet dolgoznak a munkatörvénykönyv változása után a munkavállalók, mint dolgoztak, mint a munkatörvénykönyv változtatása előtt. Én azt gondolom, hogy már ez is egy elkeseredettséget jelentett a vasutasoknál, és megjelent ez a létszámhelyzetben.
Ma már nem divat oda jönni a vasúthoz. Olyan vizsgáztatási rendszer van, aminek következtében azt gondolom, hogy szintén eltaszítja a munkavállalókat a vasúttól. Ez a rendszer, ami most a vasúttól kialakult. Túl szigorú. Én azt gondolom, hogy azokat a kérdésköröket nem minden munkakörben kellene alkalmazni, amit egyébként a forgalmi követelmény, a forgalmi vizsga követelménynek meg kellene felelni. Nem minden munkakörbe kellene, hangsúlyozom, vannak olyan munkakörök, mint a forgalmi szolgáltató, akinek magasabb tudásszinttel kell rendelkezni, de egy felső vezetékszerelőnek nyilván alacsonyabb forgalmi ismereti anyaggal kell rendelkeznie. Viszont nem árt, hogyha ért az elektromossághoz valamennyit. Van itt egy hír, hogy egy egészen másik témát idehozzak. Sőt, tulajdonképpen két hír van. Ugye van az egyik, hogy a déli pályaudvart lebontják. A másik, az egy egészen friss, hát ilyen pletyka szintű, de hát vasutas dolgozóktól származik, hogy a keletit is bezárják, mert hogy nincs elég ember, aki működtesse. Vegyük kettő akkor, valóban, mert ez két kérdés. A déli pályaudvar, ez nagyon régóta fölvetődött ez a téma már, tehát ez nem új keletű. Azt is hallottam én is a médián keresztül, hogy Kelenföld lenne az az állomás, ami indító állomásként a déli pályaudvar szerepét fölvenni. Mert ez nagyon jól bevált most, amikor hát ez nem vált be olyan jól. A déli. Ez nem vált be olyan jól. Azt gondolom, hogy a Kelenföld ezt a funkciót, a déli kényszer bezárását követően csak úgy tudta megvalósítani, hogy egyrészt mondtak le vonatokat, másodszorban a keleti átvett bizonyos vonatmennyiséget, és hát így ilyen körülmények között tudta biztosítani önmagát a vonatforgalmat. De ettől van más olyan probléma is, ami műszaki jellegű. A Kelenföld nem képes arra, hogy indító állomás szerepét fölvegye. Pontosan azért sem, mert a 4-es metróval kapcsolatban, az, ha jól emlékszem, 28 vágány volt eredetileg, most 20 vágány hálózatra szűkült a pályaudvarnak a mérete. Én azt gondolom, hogy azokat a háttérintézményeket, amelyekkel rendelkezni kell egy ilyen állomáson, azokkal Kelenföld nem rendelkezik. És ez a keleti pályaudvarról szóló pletyka? A keleti pályaudvarral kapcsolatban egy konferencián hangzott el, a létszámhelyzettel kapcsolatban, amiről már az előbb beszéltem, hogy olyan létszámhiány van a MÁV ZRT-nél, hogy esetleg előfordulhat-e az, és ezt kérdésként vetette fel maga a vezérigazgató helyettes úr Pál László a hallgatóságnak, hogy el tudják önök képzelni azt, hogy a keleti pályaudvar bezárjon, hiszen ilyen nagyságrendű létszámhiány van most. Ön el tudja képzelni? Nem tudom elképzelni, nyilván ez valamilyen átcsoportosítással akkor is megvalósul. Ma a keleti pályaudvar az egy nagyon frekventált terület, nem zárhat be a keleti pályaudvar. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Minden szépen. Jót a dolgozóiknak. Jön a híradó itt nálunk, és aztán várom önöket vissza.